Szokásomtól eltérően ebben a videóban nem egy országot fogok bemutatni, hanem egy kellemes egynapos programot szeretnék a figyelmedbe ajánlani. Kérlek, tarts velem ismét! Ha az idősebb korosztályhoz tartozóknak azt mondom Bécs, valószínűleg a Mariahilfer Strasse vagy a Shopping City ugrik be elsőre. A fiataloknak pedig nagyjából egyet jelent a város a Práterrel vagy a Schönbrunni karácsonyi vásárral. Pedig Bécs egy gyönyörű város, ahová érdemes legalább egy egynapos kirándulást is tenni. Bécsbe nem éri meg repülővel utazni, mert nem csak a repülőjegy irreálisan drága, de maga az utazási idő tartama is jóval hosszabb, mint szárazföldön. Persze nem a levegőben töltött idő a sok, hanem kimenni a reptérre minimum másfél órával a gép indulása előtt, majd a leszállást követően bejutni a belvárosba. Utazáshoz kézenfekvő választás lehet az autó, de ezzel az a gond, hogy Bécs belvárosában meglehetősen körülményes a parkolás. Mi éppen ezért egy, legalábbis számunkra eddig fel nem fedezett módját választottuk az utazásnak, mégpedig a vonatot. Budapestről több vasúttársaság is indít járatokat Bécsbe, napi több alkalommal. Ilyen például az osztrák Railjet és a cseh Régiójet. Mi ezt az utóbbit próbáltuk ki, és a tapasztalataink nagyon pozitívak voltak. A 7 választható komfortfokozat közül a legolcsóbb jegye másodosztályra szól, és mindössze 9 euróba kerül irányonként. Még ez is tartalmaz néhány extra szolgáltatást, olyanokat, mint például az ingyenes kávé, ásványvíz és a wifi. A legdrágább a business classra szóló jegy, mely ennek az árnak nagyjából a duplájába kerül. Ezért cserébe kényelmes bőrfotelokban utazhatsz, 4 személyes hangszigetelt kabinban. Itt már nem csak a vizet, de már az üdítőket és a pezsgőt is ingyen kapod. Ha ezen felül szeretnél valamit enni vagy inni, akkor étlapból választhatsz, osztálytól függetlenül. Biztos te is tapasztaltad már, hogy ilyen helyeken maximálisan kiszokták használni a konkurencia hiányát a szolgáltatók, és pofátlanul magas árakkal operálnak. A Régiójet ebben is nagyon kellemes meglepetés volt. Nemhogy éttermi árakon, de bizonyos ételeket és italokat egyenesen a bolti ár alatt kínáltak. Csak néhány példa. Egy üveg fél literes Pilsner Urquell 380 forint, az energiaital 140, a szendvicsek pedig már 380 forinttól kaphatóak. A vonaton elfogadnak forintot, eurót és csekkoronát is, de természetesen kártyával is lehet fizetni. A járatok Kelenföldről indulnak, és 2,5 óra alatt érnek Bécs központi pályaudvarára, a Hauptbahnhofra. Innen alig 5 perc sétával értük el a Belvedere kastélyt, majd onnan szintén gyalog tovább haladva útba ejtettük a Károly templomot, Hofburgot, és gyönyörű parkokon keresztül elsétáltunk egészen a városházáig. Visszafelé haladva teljesen véletlenül útba ejtettük a Mariahilfer Strasse-t is, amelynek egy része ma már sétáló utca. Mára innen eltűntek a műszaki üzletek, ahonnan annak idején a magyarok százai hordták haza a videót, az első sztereomagnójukat és a fagyasztóládákat a Warburgok és a Dacia-k tetején. Helyükön ma hangulatos éttermek és kis kávézók százai várják az arra tévedő helyieket és a turistákat. Mi a reggel 8 órakor induló vonatra váltottunk jegyet, amivel 10:30-re értünk Bécsbe. Visszafelé pedig 17:30-kor indultunk, és így este 8-kor már meg is érkeztünk Kelenföldre. Mi a drágább, business classra szóló jegyet vettük, de ha a legolcsóbb opciót nézzük, fejenként 20 euró alatt megúszható ez a kis kiruccanás. Ennyi pénzért pedig Bécset mindenképpen megéri felkeresni. Ha esetleg van valamilyen jó ötleted hasonló jellegű egy-két napos kiruccanásra, kérlek írd meg kommentben, és talán arról is készítek majd egy hasonló kis programajánlót. Kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és ha nyomsz egy lájkot, és megosztod ezt a videót a Twitteren vagy a Facebookon, azt pedig külön nagyon köszönöm neked. Köszönöm a figyelmedet!